van, hó a szubája, jég a cipője, leng a szakálla. December 6-a Mikulás napja. Tolna megyében több településen is szerveztek az ünnephez kapcsolódó programot. Tolnán a hagyományokhoz híven először a Nagycsaládosok Egyesületéhez érkezett meg a télapú. A gyerekek egy interaktív játékos műsornak lehettek a részesei, ezután pedig megkapták a várva várt Mikulás csomagot. 8+1 szarvas húzza szárnyát, hogy minden ruhája piros és Finnországban él. A piros ruhás ajándékosztó útja ezután a Tolnai Kulturális Központba vezetett, ahol többek között karácsonyi vásár zajlott. Helyi egyesületek, helyi kistermelők, ajándékkészítők jöttek el, olyan áruval, ami a karácsony szellemét már idehozza közénk. Kapos Szekcsőn az adventi vásárban a kicsik zenés műsorral várták a Mikulást. A gyerekek éneke nagyon tetszett, de az időm ugye nem túl hosszú, és kell mennem tovább, hogy a többi gyerek is kapja a zsákból a sok finom édességet, szaloncukrot. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Attalában Mikulás futást rendeztek, a rajtvonal mögött piros sapkában sorakoztak fel a résztvevők. Több tucat gyermek és felnőtt csatlakozott az eseményhez.